Szép jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket az Utazegészség Klub mai estén. Csodálatos emberek jönnek el hozzánk minden egyes alkalommal. Most is egy különleges emberrel fogunk itt találkozni. Sok mindent lehet elmondani róla, de inkább majd ő fog inkább magáról és a tevékenységéről szerintem beszélni. Én azért is csodálom a Csabát, mert hogy egy végtelen alázattal van a Kovács Magyar András és a tanítása iránt, és én őtőle is tudok példát venni, hogy nem megalázkodva, hanem alázattal lehet egy ember tanítás követni, példának tekinteni és felnézni a tanítónkra. Kicsit irigyeltem is, amikor arról volt szó, hogy az András mellett lehetett számtalanszor, és lehet most is, amikor utaznak együtt, és tudnak társalogni, és tudnak sokat beszélni, eszmét cserélni. Sok mindent meg tud hallani, és termőtalajra esik természetesen, mert nem véletlen írta ezt a könyvet, amit ma este elénk tár. Már egy éve bemutatta ezt Hortobágyon, de én úgy gondoltam, hogy elhívom őt hozzánk ide Kecskemétre, és hogy itt is megmutatkozzon, belepillantást engedjen abba a világba, amiben ő és az András is, amikor ilyen alkalmakkor, utakkor, vagy akár a szellemiségben benne volt, és beletekintett ő is. Lássuk meg mi is. Úgyhogy tovább most a Csabáról nem is beszélnék, hanem arra szeretném még felhívni a figyelmüket, hogy töltsék ki a kérdéveket, mert a mai este is egy ingyenes csontrakást, és a Farkas Mária pedig egy masszást ajánl fel a jelenlévők közt, akik majd a végére kisorsolunk, hogy legyenek szívesek pontosan kitölteni a kérdőjébe. Úgyhogy nem szaporítom tovább a szót. Nagy nagy szeretettel fogadják Vida Csabát. Köszönöm szépen. Köszönöm Hefinek a kedves bevezető szavakat. A méltatlan, de nagyon méltányló dicséretet. Nem vagyok méltó azokra a dicséretekre, amiket kaptam tőled, de valahogy igyekszem kitenni magamért. Szeretném mindjárt az elején megkérdezni, hogy ki az, aki olvasta a képen látható könyvet. Erre számítottam, köszönöm szépen, úgyhogy nem is a könyvről lesz szó ma. Mert egy évvel ezelőtt, mikor a könyv megjelent, akkor valahogy úgy addig élt bennem ez a könyv, és azóta már olyan nagyon aktívan nem is tudnék beszámolni alapjairól. Viszont arról a szellemiségről és arról a világról, aminek egy szeletét ebben a könyvben bemutattam, konkrétan Kovács Magyar András világáról, az ő alkotta, az ő teremtette körről, eszmeiségről, útról, arról nagyon szívesen szólok most, és olyan történetekkel, olyan példákkal igyekszem majd hozzájárulni a könyvben megismert tapasztalatokhoz is, történetekhez, amelyek remélhetőleg Andráshoz vezetnek minél többeteket, minél többőiket. Ennek a könyvnek ez a küldetése, ez volt a célja, ez volt az indító szándéka. És nem tudom lemérni azóta, talán András tudja, hogy volt-e és mennyi olyan új olvasó, aki talán ennek a könyvnek a hatására döntött úgy, hogy megismerkedik ő vele. Szeretettel köszöntök mindenkit abban a világban, amiben én 8 éve élek. És vannak itt olyanok, akik az én példaképeim, akik már előttem is ebben a világban éltek, és engem is ők vezettek be. Hegedűs Marikát és Kopcsány Ildikót emelem ki elsősorban, és Pintér Mirkót. Amikor én András közelébe kerültem 8 évvel ezelőtt, ők már aktív részesei és munkatársai, barátai voltak Andrásnak. És én ugyanolyan csodálattal csüntem rajtuk, mint Andrásom. A csodálatom azóta sem csökkent, annyi talán a különbség, hogy azóta személyesebb kapcsolatba kerültünk, és
remélem, hogy ők is barátjuknak tartanak engem, nem csak én őket. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy most ti is eljöttetek meghallgatni. A meghirdetett előadás misztikusokról és médiumokról fog szólni. Úgy kívánok beszélni médiumokról, hogy én magam nem vagyok médium. Viszont szeretném megismertetni önökkel azt, hogy ki a médium, ki a szellemi üzenetek közvetítője, ki milyen szellemi kapcsolatokkal rendelkezik, hogyha vallja is, hogy ő médium. És teszem ezt mindazzal a tudással felvételezve, amit Kovács Magyar Andrástól kaptam és kapok. Minden, amit el fog hangzani, azt én tőle tudom. Vagy közösen megértem vele. Hát ez a kettős forrás az, ami a hitelét fogja adni remélhetőleg a szavaimnak. Az, hogy ő médium, arról én magam meggyőződtem számtalan esetben, mégpedig a bizonságtételei alapján. És az a sok-sok magát médiumnak valló korábbi spirituális ember, akiket én felkerestem 10 éves koromtól kezdve, céltudatosan kutattam, az ő bizonságtételeik pedig legtöbbször azt bizonyították, hogy ők csak gondolták, hitték magukról, hogy ők médiumok. András szokta idézni, hogy gyümölcséről ismerszik meg a fát. Gyümölcséről lehet megismerni a fát. Tehát az eredmény a bizonyíték arra, hogy az, amit valaki állít, annak van-e realitása. Az ő esetében minden kiejtett szó, minden tőle hallott gondolatnak megtapasztalhatjuk a valódiságát. Életem legszebb periódusának tartom azokat az éveket, amikor velem és kedves feleségével Ürikóval a Föld számos misztikus pontjára juthattam. Ezeknek a legjavát ebben a könyvben össze is sűrítettem. Így utólag visszaolvasva kicsit olyan gyermeki nyelvezetűnek látom most már a könyvnek a stílusát, de valójában az a gyermeki lelkiség, naivitás az jellemző volt rám végig, és most, mikor visszaidézem az emlékeket és beleélem magam a helyzetekbe, most is elfogy az. És lehet, hogy nem is lehet másképp ez a világhoz közelíteni. Akinek megkeményedik a szíve, a lelke, az elzárja magát a felső, finomabb régióktól. Akinek gyermek ilyen őszinte marad a tudata, a lelke, az betekintést nyerhet abba a világba, ahol a tiszta lelkűek lelecenek. Ahogy mondtam, én nem vagyok médium, nem tudok szellemi üzeneteket közvetíteni, viszont egyfajta misztikusnak tartom magamat, és az itt jelenlévők mindegyikét. Misztikus az az ember az én felfogásomban, aki sugallatokat fogad, aki, ha nem is mindent, de legalább 1-2%-át, vagy 1-2%-nál többet megért, felfog abból, amit a körülötte lévő angyalok súgnak. És hogyha le tudjuk csillapítani az agyunk zakatolását, azt a nagy zűrzavart, ami bennünk van sokszor, akkor eljuthat az az üzenet, amit hetek, hónapok óta igyekeznek a körülöttünk lévő segítők eljutatni. Ami pont kijutatna minket abból a gödörből, abból a gondolati megakadásból, ami miatt zakatol az agyunk, amit próbálunk, mint a bűvös kockát több verzióban kirakni. Tehát a misztikus ember valahol egy összekötő kapocs, még ha nem is úgy, mint a médium, de egy összekötő kapocs a fizikai ember, a fizikai tudatosság és a felsőbb régiók szellemisége között. Aki tudja, hogy nem csak egyszer él, hogy volt előző élete, hogy lesz következő élete, az szintén egyfajta spiritualitással, egyfajta misztikussággal éli az életét. Én tudom, hogy éltem ezelőtt is, és tudom jól, úgy élem, igyekszem úgy élni a mindennapjaimat, hogy tudom, hogy annak a következő életemben is meglesznek a kihatásai. És egyre több olyan karmikus feladatot, terhet ismerek fel magamban, amikről tudom, hogy előző életeimben is megvoltak. És tudom azt, hogy ez az életem a sok-sok közül egy olyan nagy lehetőség, amiben lehetőségem van, és nagyon komoly esélyem arra, hogy a korábbi életeimben fölhalmozott és magammal hozott karmikus terheket, gyengeségeket, jellemhibákat, negatív gondolatokat le tudjam tenni. És olyan szintre tudjak lépni szellemiségemben, amivel a következő életemet már egy jóval finomabb régióban tudom kezdeni.
ehhez saját példáimat igyekeztem ebben a könyvben kedves olvasók elé tárni. Azt az utat, amin én járok, azt a kezdetet, ahogy én ezt elkezdtem, és bepillantást engedni annak az embernek az életébe, egy pici szeletébe, aki engem is elvezet, és ha valaki erre nyitott, őt is elvezeti majd saját önmagához. Ugyanis az út és az út végén egy valaki áll mindenki életében, saját maga. Aki valaki más szeretne lenni, máshova szeretne eljutni, az tény úton jár. Egyetlen célunk lehet saját magunkat megtalálni, saját magunk való szellemiségét, úgy is mondják a misztikusok, a felsőbbrendű lényünket, a szellemi önvalónkat, aki leszületett ide, alkotott egy lelkiséget, épített egy testet, és próbál ebben a fizikai világban olyan tudatossági szintre jutni, és olyan cselekedeteket véghez vinni, olyan gondolatokat táplálni, amik egyre közelebb viszik a szellemiséghez, saját szellemi valójához. Az én tapasztalatom és más könyvírók, spirituális emberek tapasztalata is az, hogy egyedül ezt megtenni saját magunk, autodidakta módon úgymond, szinte lehetetlen. Ha nincs egy olyan példa, vagy nincsenek olyan példaképek, akár a múltban, a történelemben, a mitológiában, akár pedig nagyon ritka esetekben, 500-1000 évenként egy-egy élő személy képében, aki leszületik, mint példamutató, ő nélkülük szinte lehetetlen fejlődni. És nagyon nehéz belegondolni, beleérezni magunkat egy magas szintű szellemi vezető, egy intuitív ember helyzetébe, hogy milyenek láthat ő minket, és mennyit szenvedhet attól, hogy akiket szeret, akiket tanít, azok mennyire nehezen fogják fel az ő szavait, és mennyire nem látják azt az utat, amire ő próbálja rávezetni őket, mert ő ezt végigjárta, ezt ő tudja, hogy csak ez az előre vezető út. És András szokta mondani, hogy hatalmas fájdalom látni, hogy az ő általa már korábban kipróbált zsákutcába hányan belemennek, hányan belemegyünk. És éveket lehetne megspórolni az életünkből, és ezáltal sokkal gyorsabban fejlődni, hogyha ezeket a buktatókat kihagynánk. De nem az az okos ember, aki más kárán tanul, az az okos ember, aki legalább a saját kárán tanul. A buta ember sajnos a saját kárán sem. Én általában egyébként kétszer szoktam elkövetni ezt a hibát, valamikor háromszor. Meg is mondja az, aki megvesz felfedem, általában András vagy Ildikó, és sajnos nem elég az egy tapasztalat, ez az én gyengeségem, én általában rá szoktam duplázni. Egy kis kitérőt szeretnék tenni most a könyvtől, lehet, hogy vissza csak annyira mint többet a könyvhöz. Ugyanis a mai nap egy különleges nap. Az évben egyetlen egy ilyen nap szokott lenni. Ez a nap, ez 700 éve, közel 700 éve fekete napként van bejegyezve az emberiség történelmébe. Ugyanis 1307. október 13-án pénteken történt valami angyalázat, amit azóta hordoz Európa népe és Amerika népe is a szívében, és ez a lélek sötét éjszakája volt. Ekkor történt meg az, hogy közel 200 évi tündöklés után, fény hordozás után a sötét oldal győzedelmeskedett Isten katonái felett, és a templomos lovagokat, Jézus katonáit legyilkolták. Mai előadásom kezdetén őnekik szeretnék emléket állítani, előttük szeretnék tisztelegni. Előttük, és tulajdonképpen sokunk előtt, akik abban az életünkben ott voltunk. Péntek 13-a van. Egy rövid kis ismertetést szeretnék adni, egy kivonatot csupán arról, hogy kik voltak a templomosok. Mindannyian ismerjük András előadás sorozatát a témában, de egy rövid felevelenítés azért, hogy ráeszméljünk arra, mekkora emberek voltak. És hogy misztikusok voltak, és voltak közöttük médiumok is. A történet úgy kezdődött, hogy 8 vagy 9 keresztes lovag, a keresztes háborúk túlélői hősei egy titkos küldetést hajtottak végre Jeruzsálemben, 1100
18-ban utaztak ki. Salamon király palotája alatt, ami valójában Jézus palotája volt, Jézus palotájára épült Salamon király palotája, az alatt egy bizonyos részen a föld alatt ásatásokat kezdtek végezni. 8 évig ásott a 9 lovag, és miután hazatértek 8 évvel később Európába, egy olyan birodalom építése vette kezdetét, egy olyan új korszak indult el, amihez fogható még nem volt előtte a történelemben. Volt egy médium abban a korban, volt egy fényhozó Európában, a legnagyobb, az egyetlen, Clairvaux Szent Bernátnak hívták a szerzetest. Andrástól tudjuk, hogy ő Mátyás király előző leszületése volt. Mátyás király, II. Rákóczi Ferenc, III. Béla, IV. Béla, Apollón, ógörög isten, ugyanaz a szellem, mint Clairvaux Szent Bernát. Ő volt az, aki Jézus Urunk szellemével kapcsolatba lépett, és megkapta tőle azt az utasítást, hogy hol ássanak, és mit keressenek. Itt kivastagítottam egy nevet, André de Montbard nevét. Hogyha lesz idő az előadásom végén, akkor az új készülő könyvembe egy picit belelapozunk, és ott majd értelmet fog nyerni ez a név. Clairvaux Szent Bernáttal és a 8 templomos lovaggal kezdetét vette egy új kor, egy új program. Nem volt ez annyira új dolog, ugyanis ez 1000 évvel korábban már egyszer elkezdődött. Ez Jézus programja volt. Jézus és Mária Magdala programja, azaz a Jóisten programja. Ez a program tartalmazott egy teljes kontinens népességének a megmentését, testi, lelki, szellemi felépítését, vagyonosodását és egy új kultúra beoltását. Komplett oktatási rendszer volt, bankrendszer, gyógyítási rendszer és egy új világkép. Ezt Szent Bernát hozta le az égből. Nagyon visszás az irodalom, amit és azok a híradások, amiket mostanában lehet kapni és el lehet olvasni a templomos lovagokról, mint minden nagyfényű emberről és szervezetről, itt is az árnyék az igyekszik elnyomni a dicsőséget. Több mint 800 katedrálist építettek 200 év alatt Európában, olyan gótikus katedrálisokat, amelyeknek rezgések, dallamok voltak belefaragva a kézzel a kő csipkéibe, a szobraiba, a mintáiba, kívül és belül az épületekbe. Hogyha most ránézünk egy gótikus katedrálisra, egy Notre Dame-ra, nem tudjuk eldönteni azt, hogy a földből nőtt ki, vagy a mennyből csöppent alá. Ha valaki belép egy gótikus katedrálisba, akkor úgy érzi, hogy húzza maga felé az ég. Próbálják ki, menjenek el Párizsba, vagy akár csak Budai Várba, Mátyás templomba, ami egy neogótikus templom, de a világ egyik legkedvesebbje számunkra. Olyan érzésünk van, és ha eredeti állapotukba beletekinthetnénk, amikor hatalmas perzsa szőnyegekkel volt beterítve a kövezet, és aranyozott színes festmények voltak a mennyezeten meg a falakon, úgy érezhettük magunkat, mintha mennyországi darabjába csöppentünk volna. Beszippantotta a szellemét, a lelkét, magához hívta az ég annak, aki azzal a tudatossággal lépett be. Ezek az épületek, amit a templomos lovagok emeltek, be voltak hangolva, programozva voltak. Azokra az ősi, pogány, szakrális helyekre épültek, Szent György vonalakra, pozitív zónákra, sok esetben ezek meccéspontjára, amelyek az embert, a földet és az eget, az embert és az Istent képesek összekötni. Ez volt a hivatásuk, nem pedig Isten tisztelet tartása. A gótikus katedrálisok társasági események, társadalmi események szintelei voltak. A római pápa nagyon félt a templomos lovagoktól, legfőképpen azért, mert a templomosok tudták azt a titkot, ami az ő hatalmának megdöntéséhez bőven elegendő volt. De azért, hogy nehogy a Jézusit kivesszen, ezért nem fették fel az emberek előtt azt, hogy a római katolikus egyház gyilkolta le Jézust és a tanítványait, és tűzte a nevét a saját zászlajára azért, hogy beállhasson pont ő és az ember közé.
az Isten és az ember közé. A templomosok attól tartottak, hogy ha leleplezik a római katolikus egyházat 1000 évvel aznak fennállását követően, akkor a papokkal együtt a Jézus hitet is kimossák az emberek szívéből. És utat nyer a pogány Európa szívébe, amit el akartak kerülni. Ezért is áldozták fel magukat a végén, és nem fordultak a katolikus egyház ellen. Ők őrizték II. András király aranybulláját, az eredetit, mert amit mi ismerünk, az egy hamisítvány. Az eredeti most is megvan a Siorrend birtokában az Egyesült Államokban. Ők őrizték a torini leplet, amivel Jézus testét akarták be. Ez egyébként 10 évente megtekinthető Torinóban. Jó néhányan ott voltunk András vezetésével, amikor ezt éppen meg lehetett tekinteni. Később a torini lepel Mátyás királyhoz került, ő őrizte. És a történelem első koholt pere volt az, ami a francia király és a római pápa közös akciója volt 1307. október 13-án pénteken, ami alapján feloszlatták, elítélték és megégették a templomos lovagokat és a rendjüket. Elkobozták minden országénál nagyobb vagyonukat és kincsüket, tulajdonképpen erre fájt a fogok. Egyébként ezt követően 1 éven belül elhunyt mind a pápa, mind pedig Szép Fülöp. Alapvető problémája volt a pápának, hogy nem őt istenítették a templomosok, hanem Jézust és az élő Istent. Mégsem Jézusra esküdtek fel a templomos lovagok, mivel Jézus égi király lett halálát követően, a földi királyság a feleségére szállt Mária Magdalára, és a földi királynőt, Mária Magdalát tisztelték a templomosok. Jézust, mint égi királyt, magától értetődően. Számos gótikus katedrálisban megtalálható Mária Magdala szimbóluma, a titkos jel, az összeforgatott 2 embetű. Mostanában feltűnt egy termékcsalád, amelyen valahol, nem ezen, akkor a termékek egyéb marketing anyagán fel lehet ugyanez a szimbólum. Elérkeztünk a fő témánkhoz, a médiumitáshoz és a misztikához. Megvannak a jegyzőkönyvek, hogy a római katolikus egyház milyen vádakkal illette a templomos lovagokat. Az egyik fő vádpont az volt, hogy a templomosok szellemeket idéznek. És ez a pápa személyében egy nagy bűn volt, mivel ő nem tudott szellemeket idézni. Hiába figyelmeztette a rendet többször és a rendvezetőit a pápa, hogy hagyjanak fel a szellemidézéssel, ők ezt nem tették meg, ugyanis a titkokhoz csak ilyen módon lehetett hozzájutni akkor is, utána is, ma is és a jövőben is. Az a tudás, ami az emberiség birtokában van, az a technikai tudás, ami jelenleg az emberiség birtokában van, az nem emberi agy szüleménye. Az, amit a templomosok tudtak, amit az építészetükben, a bankrendszerükben, a gyógyításaiban, a programozott vizeikben megjelentettek, az nem emberi tudás volt. Azt néhány médium az égből kapta meg, az emberiség javára fordítandó üzenetként. És ők arra is használták. Természetesen a hírszerző rendszerük ugyanezt a csatornát használta, ugyanis az égben nincsen titok. Ott mindig az igazat látják, átlátnak mindenen és mindenki, és a csatornán keresztül, a médiumokon keresztül ezt ki is tudják nyilvánítani. Volt a templomosoknak egy titkos kasztja, egy titkos rendje, akik nem a föld felett éltek, hanem a föld alatt. Tudni kell, hogy minden gótikus katedrális olyan mélységbe megy le a föld alá, amilyen magasságban megy fel a föld fölé. Sok-sok emelet mélyen kazamatarendszer, hatalmas föld alatti termek voltak kialakítva a katedrálisok alatt, és minden katedrális, valamint minden lovat bár Európában alakult rendszerrel volt összekötve. Ez egy olyan hálózat volt, ami nem csak irányította, de be is hangolta Európát. Nem csak az időjárás, a szellemiséget is, az emberek lelkületét is. Ezekben a föld alatti termekben
nagy munka folyt. Igaz, hogy az alkimistákról azt tudjuk, hogy aranyat tudtak más, kevésbé értékes fémekből előállítani, ez viszont sem akkor, sem ma nem lehetséges. Viszont a pápa elhitte, ugyanis több tonna aranyat kapott minden hónapban a templomos rendtől, annak bizonyságaként, hogy tényleg tudnak aranyat szintetizálni ólomból. Viszont arany csinálás lepre alatt egészen más munka folyt. Ezekben a kazamatákban az alkimisták kezei alatt. Lobbikok, üvegcsék, laborberendezések voltak ezekben a termekben, és ezekben nem arany fortyogott, hanem víz. Ugyanis ők tudták azt, hogy egyetlen egy dolog valami értékesebb az aranynál is, ez pedig az egészség. Programozott vizeket állítottak elő, kristályberendezésekkel, melyekre szellemek érkeztek a mennyekből, és ők adtak áldást, és rögzítették a programot, és növelték meg a hatásfokát a belevitt információnak, és ezzel megállították a járványokat Európában, kigyógyították nem csak testi nyűgyeikből az embereket, hanem lelki bajaikból is meggyógyították őket, és egy virágkor, egy aranykor indult el az 1100-as években Európa számára. Honnan volt az arany? Nem Kolumbusz járt először az amerikai kontinensen 1492-ben. Egyébként feljegyezték, hogy az ő nagybátyja templomos lovagként őrzött egy térképet, amivel ő járt ki az amerikai kontinensen, és Kolumbusz ezzel a templomos térképpel ment ki. Nem igaz, hogy Indiát kereste, ő tudta nagyon jól, hogy az új világot keresi, ahol az elődei is jártak. De a templomosok olyan jól őrizték az átjáró titkát, hogy 1492-ben a pápa a római katolikus egyház számára tényleg az első alkalom volt, hogy ők kijutottak arra a kontinensre. De a templomos lovagok, a magyar királyok, az Árpádházi szakrális királyok mindegyike 1000-től kezdődően, sőt, időszámítás előtt 500-ban a kelták vezette, Szent György a keltákat, aki vezette, szintén járt kint az amerikai kontinensen. A templomos lovagok hajókkal jártak folyamatosan a két kontinens között. Az 1200-as években városok voltak a keleti parton és Mexikó területén. Fehér emberek éltek, amikor kimentek a vikingek, amikor kimentek Kolumbusz emberei, akkor ezeket a városokat találták meg, és benne fehér embereket, a templomosok leszármazottait. Ugyanis 1307-ben az Isten előre jelezte a templomosoknak, hogy mi készül ellenük, a médiumokon keresztül, és mielőtt ez a fekete éjszaka elkövetkezett volna, ők minden vagyonukat, minden laborberendezésüket, írásukat, tudásukat, és a lovagok nagy részét, az alkimisták nagy részét hajókon kimenekítették az amerikai kontinensre. Természetesen itt maradtak azok a hősök, akik az életüket adták azért, hogy ne kutassák tovább őket, azokat, akik el tudtak menekülni. Az arany, az ezüst, a drágakő, amiből a katedrálisok épültek, nem Jeruzsálemből származik. Nem azt találták meg Salamon király templomban adta a lovaguk. Ez a vagyon, ez mind az amerikai kontinensről jött. A maja testvérektől, a maja szellem testvérektől, akik a templomosokkal ugyanazt az Istent vallották, ugyanúgy az Istenanya kegyeiben éltek, és nem csak arany, ezüst és drágakő érkezett a maja testvérektől, hanem ők maguk is átjöttek. Ők voltak azok az intuitív kőfaragók, akik ezeket a katedrálisokat megalkották. Feljegyezték, hogy egy-egy katedrálisnál a szerkezet építése az olyan 10-20 évet vett igénybe, és állt az épület. Föld alatt, föld fölött. És utána 60-80 évig készültek a faragások. Általában volt egy építőmester, aki médium volt. Ő, neki volt egy látomása. Ő azt nem lerajzolta, akkor még nem nagyon volt divat a mértani pontosságú rajz, hanem a maja, szintén intuitív kőfaragóknak szellemben kisugározta, sugalta azt, amit ő látott, és ők látták lelki szemeik előtt, és azt faragták meg. Ezért különleges mindegyik katedrális, és mindegyik különböző. Más
szellemek, más lelkületek másképp hozták le információkat, az ő lelkükben átszűrődött és másképp valósult meg. Milánóban találtunk Andrással erre gyönyörű freskót, utalásokat, ahol indiánok faragják a köveket. Vannak olyan bútorok, régi reneszánsz bútorok az 1400-as években, ahol még indián fejeket faragtak a bútorra annak emlékére, hogy ők itt éltek közöttük. Spanyolországban még most is vannak olyan írói művek, a múlt században született írói művek, amelyekben a spanyol nőket, azokat, akik természetesen öltözködtek, viselkedtek, és egyfajta kreol bőrt tudhattak magukénak, kreol szépségek voltak, őket majáknak hívták. A spanyol nép így nevezte őket. Lehet mondjuk folytatni ezt a történetet, csak nagyon el fog kalandozni. Jeruzsálemben 8 év után az ásatások sikerrel jártak. Megtalálták annak a föld alatti titkos kazamata rendszernek a bejáratát a lovagok, azért elég kitartóan ástak 8 éven keresztül. Megtalálták a lejáratot Jézus valamikori palotájának az al templomába, abban a labirintusban, ahol 24 szoba volt külön elhelyezve egymás mellett. Ezt Jézus építette az utókor számára, annak tudatában, hogy ő majd nem lesz, akkor is az égből szellemben megüzeni annak a testvérenek, aki majd a Földön az elérkezett új, ezt meg fogja hallani, és elindítja újra azt a programot, amit ő elkezdett. A 24 szobában 24 mesterség, 24 tudomány ág, összes írott tudománya és gyakorlati eszközei, szerszámai és példái, alkotásai voltak letárolva. Így az építészet, a kőfaragás, az asztalos, a gyógyítás, a művészetek, 24 különböző szakma, ezeket gyűjtötték össze a templomosok, vitték Európába, és Clairvaux Szent Bernát vezetésével ezekből a tudásokból alakultak az első egyetemek. Ezeken az egyetemeken és iskolákban képezték ki azokat, akik megépítették aztán a lovagvárakat, gótikus katedrálisokat, akik alkimisták lettek, akik gyógyítottak, a bankrendszert létrehozták. Tehát valójában ez mind Jézus 1100 évvel azelőtti tudása volt. Ez egy nagy titok, de van még egy titok. Valójában nem ezért mentek Jeruzsálembe. Tudták, hogy ez is ott van, de nem ezt keresték. Valami egészen másért mentek, ami az egész programuknak a kulcsa volt. Van a Vatikánban egy freskó. Hiba, hogy nem tettem ki ezt a képet, megvan az is. Ahol van egy kristálykészülék, egy ilyen fém kristály kombinációs készülék, körülbelül ekkora. Áll kint egy asztalon, és mindenki csak tátott szája csodálkozva nézi, hogy ez mire való, és nem tudják működtetni. Ezért ment a 8 lovag Jeruzsálembe, és ezért ásott 8 évig. Ugyanis ez a készülék az, ami az égből, amit az égből programoznak, ezzel a készülékkel és ennek a másaival aztán tudták programozni a vizeket. Az ehhez hasonlatos vizeket az alkimisták, a templomosok idejében. Ezzel a készülékkel indult el újra a program. Ezt a készüléket Mária Magdala használta. Nagyon sokunkat izgat a grál, az a kehely, amiből Jézus mindig ivott, és aminek olyan nagy jelentőséget tulajdonítanak a filmek, az írott tudományok. Andrástól kérdeztem egyszer, hogy mi volt ebben az a nagy csoda, ami miatt így emlékeznek meg róla. És ő azt mondta, hogy ez egy arany kupa, egy arany kehely volt, aminek az oldalán a gyönyörű ötvös munka mellett különböző méret és fajtai drága kövek voltak rögzítve. És Mária Magdala ezzel a készülékkel ezeket a drága köveket beprogramozta azokkal a programokkal, amelyek Jézust a leginkább erősítették. És amikor abban vizet töltött, vagy bort töltött, akkor egy pillanat alatt átépregnálták ezek a kövek a folyadékot, és ő azt itta meg. Ezzel is erősítette az ő szerelmét. Akkor is már a program volt a titok.
Ennek a készüléknek elkészült egyébként a makettje, tehát elrajzik pedig a készülék. Ha valaki egyszerűen András rendelésére, az ő magán rendelésére, akkor ezt a háta mögött a feje fölött láthatja is a polcon. Ez egy jelkép, ez egy üzenet. Mégpedig arra, hogy a Jézusi program, amely egyszer 200 évre életre kelt a templomosok idejében, 2000-ben, a 2000-es évek hajnalán ismét életre kelt. Most már nem ezzel a készülékkel történik a vizek programozása. A Jóisten adott egy modernebb készüléket, olyat, amit a mai technikával már meg lehet építeni, 700-800 éve még nem lehetett. De ez egy szimbólum annak, hogy útjára indult az újkor. És van egy üzenete még a Jóistennek a ma emberéhez. Nem történhet meg többet az, ami megtörtént Jézus Urunk idejében és a templomos lovagok idejében. A sötét korszaka lejárt. Még tombol, még valahol a sarokba szorított patkány a legveszélyesebb effektust éljük meg, de már veszít az erejéből. És hamarosan a 2012. december 21-én elindul program át fogja venni az uralmat, ha nem is a teljes földnépességén, de azokon, akik ezt az utat áhítozzák, akik erre az útra lépnek. Ehhez, ha úgy tetszik, az útlevél, a genetikai kód, az újraprogramozás, az ezekben az üvegekben van benne. Ezek az üvegek nem a testünket programozzák, hanem a tudatunkat, a lelkünket, a szellemünket emlékeztetik előző életeink tapasztalataira, és megadják azt a belső fényt, ami még kívül nem mindig látszik. 2000 éve járt itt egy ember, aki ha beszélt két emberhez, vagy 20 000 emberhez, az mind a kettőben, mindegyikükben egy programot indított el. Neki olyan szava volt, olyan ereje volt a szavainak, hogy újra programozta a lelkeket. Azóta sajnos sokkal rosszabb állapotban az emberiség. Akkor, ha úgy tetszik, nulla szintről kellett programozni pozitív irányba az embereket. Most egy mélységes, negatív állapotban van mindenki. Most, ha úgy tetszik, élő ember szava lehet, hogy nem is mindenkinek lenne elég. Ezért van 1500 különböző program, és ez személyre szabottan meg tudja szólítani az ember lelkét. Néhány, nem is médium, bár Nikola Tesláról azt mondják, és lehet, hogy valósan egy médium volt, viszont látjuk itt Steve Jobs nevét, az Apple megalapítójának nevét, ő nem médium volt, de kiválóan fogadta a sugallatokat, bizonyítja ezt az az eredmény is, amit elért, a világ legértékesebb vállalata. És Edgar Cayce, aki az 1900-as évek elején ért, és Nostradamust követően őt tartják a legnagyobb tisztánlátónak, a legnagyobb jövendőlőnek, profétának. Mind a hárman arra utaltak, hogy hamarosan elkövetkezik egy olyan kor, ahol lesz majd egy készülék, amely belelát az emberek lelkébe. Amikor a könyvnek az írásába kezdtem, akkor egy keretszerkezetet adtam először a könyvnek, ezzel az idézettel kezdődött, és ezzel az idézettel végződött. A privát kis történetem pedig az, hogy mielőtt András iskolájába először elmentem volna, azelőtt egy hónappal vásároltam egy órát, ezt a karórát. Ennek a márkája mellett van egy AL típusa, Mark 15. És az első alkalommal, amikor beültem András kurzusára, akkor körülbelül a második órában elmondta ezt az idézetet, Mark 1.15. És ott rogyant meg a gerincem, és néztem az órámra, és akkor jöttem rá, hogy ezek nem véletlenek. Nekem valahogy ide kellett jönnöm, engem ide vezérelt a sorsom, az életem. Azelőtt én már körülbelül 10 éve keresgéltem, jártam kineziológiát tanultam, asztrológiát, numerológiát, különböző módszerekbe beleástam magam, de mindig elégedetlen voltam, nem jutottam az életemben egyről a kettőre. És az első alkalommal megéreztem, nem csak ennek az idézetnek a hatására, hanem annak a személynek a hatására, aki ezt mondta, hogy valahogy megtaláltam, megérkeztem. Azóta is így érzem.
Később aztán András javaslatára levettük ezt az idézetet, mert azt mondta, hogy túl istenes lett a könyv. Túl sokszor idézem benne a Bibliát, Jézust, a Jóistent, és ezzel úgy sokaknak a szimpátiáját el fogom veszíteni, úgyhogy inkább leredukáltuk az ilyen jellegű kinyilvánításokat. De azóta is vallom, hogy eljött az idő. Vissza a misztikához. Ma a tudósok felismerték, hogy annak ellenére, hogy technikailag az elmúlt 100 évben hatalmasat fejlődött az emberiség, ennek ellenére és emellett felismerték azt is, hogy az ember elérte a fizikai teljesítő képességének felső határát, már nem képes csak tizedben század másodpercekkel gyorsabban futni, úszni, már nagyobbat ugrani is csak centiméterekkel képes, évezredek óta nem fejlődik tovább az ember fizikailag. Most azelőtt áll az emberiséget vizsgáló tudomány, hogy akkor hogyan tovább. Technikailag fantasztikus, amit elértünk. Sajnos az emberi értékek azok nem fejlődtek, hanem inkább degradálódtak. A kapcsolataink, a gondolataink, az érzelemvilágunk, ez egy involúciót mutat, meg pedig egy evolúciót. Sokakat kétségbe ejt az, hogy milyen jövő vár ránk. Eljutottak odáig a tudósok, hogy az ember maximum 1%-a az, ami a fizikai világban látható és megtapasztalható, a testünk, az érzékszerveink. 99% a gondolataink, a kapcsolataink, az érzéseink, a lelkünk, a szellemünk. És rájöttek a tudósok arra, hogy egy módon fejlődhet tovább az ember, az emberiség, ez pedig a mentális sík, a lelki és a szellemi útvonal. Kezdünk megérkezni a misztikához, csak hogy volt egy ilyen kis technikai szünet közben. A kvantumfizika felismerte, hogy az embernek láthatatlan testmezői vannak, és ezek a láthatatlan testmezők, ezek folyamatosan kommunikálnak a minket körülvevő világgal. Soha nem vagyunk egyedül. Életünk minden pillanatában minden embert, minden létezőt érzünk a világban. Minden tárgynak kisugárzása van, a kőnek, az asztalnak, az üvegnek, az élőlényeknek, a gondolatainknak. Mindennek van egyfajta frekvenciája, érezgésszáma és egy fotó kibocsátása. És ezek az egész világegyetemben, az univerzumban folyamatosan járkálnak, keringenek és kapcsolatban vannak egymással. Amikor két ember beszélget, akkor a köztük zajló kommunikációnak 2-3%-a zajlik le szavakkal. A többi az láthatatlanul áramlik. Ezért van, hogy meg se kell sokszor szólalni, tudjuk, hogy szimpatikus a másik, vagy sem. Megint visszaugrunk a múltba. Remélem nem túl tudatblokkoló ez az ugrálás a múltba és a jelenbe. Ugyanis megint találtam egy analógiát arra, hogy régen a misztikusok idejében hogyan működött az ember lelke, és most hogyan tud megkönnyebbülni az ember lelke. A keresztes hadjáratokról, annak a lényegéről azt kell tudni, hogy ezt a római katolikus egyház azért találta ki, hogy a saját helyzetét, legfőképpen a vagyoni helyzetét megszilárdítsa. Akkoriban, és hát valószínű mi napjainkban is, a bűntudat, a lelkiismeret furdalás az egyik legnagyobb emberi kerékkötő. Akit ennek az átka sújt, az nem tud haladni az élete folyamán, az megreked a fejlődésben, és valójában keserű, sanyarú mindennapjai lesznek. Hogy honnan keletkezhet a bűntudat és a lelkiismeret furdalás? Általában mások oltják belénk, és elhitetik velünk, hogy ez a sajátunk, hogy megérdemeltük, és mi meg nevelgetjük magunkban, és képtelenek vagyunk legtöbbször letenni. Az egyház bűnnek kiáltott ki olyan alapvető emberi cselekedeteket, amelyek soha nem voltak azok, és most sem azok. Beültette ezeket a prédikációiba, és az emberek tényleg úgy kezdték érezni, hogy ők bűnösök. Majd elindult a program, hogy ez alól feloldozást a papok tudnak adni. Az ezres évek elején, 1100 körül pedig
már kitalálták, hogy már az sem elég, hogyha gyónás közben és nagy pénzek áramányozása közben valaki leteszi a bűneit. Kitalálták, hogy a férfiak, elsősorban a vagyonos nemes emberek menjenek el Jézus egykori szülőföldjére, halálának színterére, és ott azt visszafoglalva a pogányoktól bűnbocsánatot fognak szerezni. Ezek lettek a keresztes hadjáratok. A férfiak százezreit küldte az egyház Jeruzsálembe a Szentföld felszabadítására, és hogy a bűnbocsánat garantáltan meglegyen, mindenkivel előtte aláírattak egy adományozó iratot, hogyha nem térnének vissza, akkor nem a családjuk adják a örököltetik a vagyonukat, hanem a római katolikus egyházra, aki erre a küldetésre sarkalta őket. És hogy volt-e valami titkos paktum a törökök és az egyház között, vagy csak így hozta a szerencsétlen helyzet, alig-alig tért haza valaki Szentföldről. Magyarán az a sok százezer vagyonos ember, az mind ráiratta a vagyonát a római katolikus egyházra. A bűnbocsánatnak a katolikus liturgiában van egy másik módja is. Azt tartja a mitológiájuk, hogy voltak és vannak is olyan nagy erejű, nagy hittel és égi hatalommal megáldott egyházi személyek, akik bűnök alól oldozhatnak fel jámbor halandókat. Bűnje pedig bűne mindenkinek van, és ezeket a szent embereket életükben meg lehetett keresni, és az ő áldásukkal meg lehetett szabadulni a bűneink alól. Megfigyelték utána azt, mivel ezek sok esetben működtek is, hogy azok a helyek, ahol ezek az áldott szentek működtek, dolgoztak, és ahol meghaltak, eltemették a testüket, annyira átitatta a szellemiségük ezeket a helyeket, hogy utána, haláluk után is több száz évvel a hely önmagában tudott egyfajta bűnbocsánatot adni. A keresztény egyház szemében, és mindegy, hogy most melyiket nézzük, Európában négy olyan helyszín van, ahol bűnbocsánatot nyerhettek az odazarándokolók. Nem csak Európában, mert Jeruzsálem volt a legszentebb hely, Jézus jövő miatt, Róma miattuk, Santiago de Compostela, Szent Jakab, Jézus tanítványa miatt, és Santo Toribio de Liebana, egy elfeledett, icipici kis hegyek közötti falucska Spanyolországban, ahol Nándor és Inanna, valami Mária Magdala tanítványai, két férfi volt olyan szent életű, hogy az ő hatásukra működött bűnbocsánat nyerő helyként a templom. Megkérdeztem Andrást, hogy ezek a helyek ma is megadják a bűnbocsánatot azoknak, akik oda zarándokolnak. Azt válaszolta, hogy már nem működik a bűnbocsánat, mert az emberek nem zarándokolnak, nem belátással és nem beismeréssel mennek oda, hanem elvárással. És az elvárás az elzárja az embert a bűnbocsánat alól, a bűnök alóli feloldozás lehetőségétől. Ezért bárki elzarándokol ezekre a helyekre, ma már ugyanúgy tér haza, ahogy oda ment. A Jóisten viszont adott egy új lehetőséget az embereknek, hogy megszabaduljanak a bűnjeitől, a képzelt vagy valós bűntől, az esetek 99%-ában egyébként ez képzelt vagy mások által belénk beszélt és ránk erőltetett bűn. Mégpedig ezzel a kompjúterrel, ugyanis a készülék képes felismerni azokat a téveszméket, amiket mi lelkismeret furdalásként bűnként élünk meg. És a cseppekkel, amit ahhoz a cikkelhez javasol, cseppekkel meg tudunk szabadulni nem csak ez életbeli negatív élményeinktől, hanem karmikus terheinktől is. Ilyen még nem volt, mióta az emberiség létezik. Valahol ez hozza az új kor, az aranykor programját, hogy nem csak ez életbeli terheinket tudjuk letenni, hanem az előző életekből magunkkal hozott karmikus terhektől is meg tudunk szabadulni. Erre a bizonságot azt hiszem mindenki csak saját magának adhatja meg. Sorolhatnánk itt példák tucatjai, százait. A hitel akkor is akkor fog előjönni, hogyha valaki ezt egy saját mérés alapján már elmenti.
ez a készítmény is, ez a kompjúter is isteni sugallatra született, szellemek, magas szintű szellemek sugalták egy médiumnak, Kovács Magyar Andrásnak. Azt is megmondták, hogy melyik az a szenzor, melyik az a készülék gyártó, akinek alkalmas a készüléke alapjában arra, hogy egy új programot rávéve képes legyen az emberek érzéseibe, gondolataiba, lelkébe belelátni. Akik a készüléket megalkották, gyártják, akik a programot megírták, ők sem tudják, hogy hogy működik. Nem értik. Elmondták a szellemek Andrásnak, hogy a tranzisztort, a csippet, az autót, a telefont, a repülőgépet, ezt mind szellemek súgták meg a mérnököknek, a feltalálóknak. Nincs emberi elme, aki meg tudna alkotni akár egy kereket vagy egy biciklit. Ez nem úgy működik az emberi agy, hogy egy ilyet ki tud találni. A NASA-ban most már beismerik, hogy a legnagyobb mérnökeik médiumok. Illetve ha ők nem, akkor pedig médiumokon keresztül kérdezik meg azt, amire ők még nem jöttek rá. Így jönnek a legújabb technológiai vívmányok is. Ennek az útján született meg ez a kompjúter is, valamint a programozott vizek is. És ezzel lezártam a modern témáimat. És rátérnénk akkor a hagyományos misztikumra, és arra, hogy ki a médium, és ki nem médium. Visszakanyarodnék egy pár száz évet az irodalomban Dantéhoz és Goethéhez, ugyanis őnekik volt egy olyan művük, amely arról a világról szól, ahonnan földi ember üzeneteket képes fogadni, ahova médiumok be tudnak lépni, elhagyva a szellemükkel ezt a fizikai síkot. Dante és Goethe is, illetve az ő főszereplője Faust is úgy gondolták, és haláluk úgy biztosak voltak benne, hogy ők a pokolban és a mennyekben jártak. Dante Beatrice-t kereste, Vergilius szelleme vezette őt, és mutatta be a három világ működését, az alvilág, elvilág és a túlvilág működési rendjét. De valójában mind Faust, mind Mephisto vezetésével, mind pedig Dante Vergilius vezetésével sem a pokolban, sem a mennyországban nem járt. Mindegyikük a körülöttük lévő, a fizikai síkhoz leginkább kapcsolódó asztrálvilágban tévelgett és bolyongott. Itt látjuk Dantét, ahogy elképzelte a világ felépítését. A tévelgő lelkeket, ahogy látta ő szerinte a pokolban. Ahogy Mephisto súg Faustnak. És ahogy Hieronymus Bosch ezt a világot látta. Ugyanis ez ugyanaz a világ, ahol Dante és Goethe járt, Hieronymus Bosch, a híres szürrealista festő, ugyanebben a világban bolyongott, és ez nem a pokol, nem a mennyország, ez az itt körülöttük lévő asztrálvilág. A meghalt lelkek két úton lehetnek el ebből a világból, vagy lefelé, vagy fölfelé. Hogyha vagy a tudatuk, vagy pedig az érzelmei súlya olyan mértékű, hogy nem engedi őket át a túlvilágra, vagy az alsó világ kapuja nyílik meg a tették miatt, és oda nem mennek lemenni, akkor itt rekednek az asztrál síkon. Rengetegen vannak, sokkal többen, mint testben lévő emberek, és aki ebbe a világba belelát, az ezt az őrületet látja, mint a képen. Ugyanis az életükben megélt katasztrofális, sokkoló események meglátszanak azokon a szellemeken, lelkeken, akik itt asztráltestet vesznek fel. Sokan a vágyaikat, a ki nem ért vágyaikat élik itt meg asztrálénként, ezért nagyon sok a mesztelentes, nagyon sok az akasztott ember, a levágott fejű ember, a gyilkos, a legyilkolt. Itt egy olyan kavalkád, olyan őrület van, hogy a látók, akik belelátnak ebbe a világba, csak időnként kapcsolják be a látásukat, mert azt mondják, hogy megzavarodnának, hogyha folyamatosan ezt látnák.
Egy látó, ha fölmegy egy, felszáll egy buszra, vagy megáll egy metró megállóban, és látni kívánja ezt az asztrálvilágot, akkor ilyet lát. Ami az utcán körülöttünk zajlik, az nem normális, abba vele lehet őrülni. Nem nagyon látszik sajnos, pedig ezt a képet azért választottam, mert itt jobbra látszik a pokol kapuja. Tehát az asztrálvilágból be lehet menni az alsó világba is, meg a felső világba is. Itt látni, hogy egy bolyongó lélek valami töltsérel a fején, itt éppen öldökölnek. Azt játssz el, akit megöltek, hogy megint megölik százszor, ezerszer. Aki ölt, azt játssz el százszor, ezerszer, ahogy embert ölt. Akik a testi vágyaikat nem élték ki, ők abban. És nem csak a pokol kapja látszik az asztrálvilágból. Időnként megjelenik egy-egy plazmagömb, és az égből lejön egy-egy nagy szellem, vagy több is. És hogyha van olyan ember a Földön, aki hatalommal bír, égi hatalommal, akkor az ő segítségükkel megkeresi azt a bolygó lelket, akinek a teste még nem hűlt ki, és megérdemli arra, hogy visszahozzák a testébe, és feltámadjon. Az minden esetben úgy történik, András elmondása szerint, hogy ő meghív egy nagy égi szellemet, egy arkangyalt, és ő vele megkeresik az asztrálvilágban a bolyongó lelket, aki kilépett a testéből, akár kómában, akár pedig halált követően, és vannak olyan különleges élethelyzetek, amikor visszahozzák. Tehát aki ezt látja, aki ezt így képes megfesteni vagy leírni, mint Dante, Goethe vagy Bosch, vagy más szürrealista festők, ők ha nem is médiumok, őket utazóknak hívják. Ez egy misztikus kategória, akik ebben a világban, az asztrál világban képesek utazni. Valójában a pokolban és a felső világban nagyon-nagyon kevesen járnak. Nem engedik be őket oda. Médiumok. Bizonyára sokan hallottak már a Seth könyvekről. Egy Jane Roberts nevű hölgynek jelent meg egy Seth, magát Sethnek nevező szellem, és tucatnyi könyvet diktált le égi tanításokkal, és ő magát, mint isteni lény mutatta be, és valóban emberfeletti tudást adott át. Én is olvastam, valószínűleg nagyon sokan Magyarországon is, a Beszélgetések Istennel című könyvet, Neil Donald Walsh művét, aki úgy tudta, hogy őt Isten látogatja, és az ő üzeneteit tolmácsolja. Nagyon lélekromboló leszek. Andrástól tudom, hogy mentál 4-es asztrál szellem diktálta mind a kettőt. Tehát nem égi szellemekkel kommunikáltak, hanem itrekelt asztrál szellemekkel, akik mentál 4-es szinten voltak, amelyek nagyon komoly, nagyon szertágazó ismereteket tartalmazó szellemi színvonal, szellemi szint, viszont valótlan tárítottak magukról, és az a tudás, amit átadtak, az csak részben igaz. A mitológia, a történelem feljegyzi azokat az embereket, akik évszázadok, évezredek óta szellemekkel kommunikálnak, úgynevezett médiumok. Ilyenek a sámánok. A magyar hitvallásban is van sámán. Mégis a sámán mindig alacsonyabb rendű volt, mint a tátos. Tátosból mindig csak egy volt, sámánból több. Sámán van más népeknél is. A sámánoknak az a jellegzetességük, jellemzőjük, hogy egy más tudatállapotba kerülve, mindegy, hogy ez egy rituálé gyakorlásával, vagy valamilyen tudatmódosító növény, vagy ital hatására következik be, belelátnak a más világba, de valójában az asztrál világba. Ők asztrál lényekkel tudnak kommunikálni, nem pedig mentál lényekkel, felső világbeli lényekkel, angyalokkal. Viszont voltak a történelemben olyanok, akik tényleg angyalokkal, magas szintű arkangyalokkal kommunikáltak. És ennek megvannak a mai bizonyítéka, ma is felelhető bizonyítékai.
Mohamed próféta jegyezte le a Koránt. Mégpedig úgy, hogy Gábriel arkangyal diktálta le neki. Ezt így jegyezte meg a történelem, a mitológia, és András is így erősítette meg. Tehát ez egy valós médiumitás, egy valódi, magas szintű arkangyal üzenete. A Védák könyvét is Bráma istennek nevezett szellemlény, egy felsővilágbeli lény diktálta le. Valódi médium üzenet. És hát a könyvek könyve is. Eredendően a Jóisten diktálta le Jézusnak és Mária Magdalának. Mind a ketten médiumok voltak. Mégis a mai Biblia az nem mondható teljes mértékben szellemüzenetnek. Legalábbis nem egy forrásból származó szellemüzenetnek. A mai Biblia két fő részből áll. Ószövetség és Újszövetség. Homlok egyenes különböző program. Az Ószövetségnek megvan a népe, akik magukat a kiválasztottnak tartják, és ebben igazuk is van, mert az ő istenüknek ők a kiválasztott népe. És megvan az Újszövetségnek is a választott népe, a nemzete. Nekünk magyaroknak az Újszövetség a programunk. Sajnos a Bibliának és azon belül az Újszövetségnek is körülbelül csak egy harmada, amelyek Jézus szavai, ezáltal a Jóisten üzenete. Egy harmadát körülbelül az a sötét sugallat teszi ki, ami belekerült, egy harmadát pedig azok a papok saját ötletei és gondolatai, amiket ők beleírtak utólag. És hogy hogyan lehet megkülönböztetni, hogy melyik Jézus tanításai ezekből, melyik az az egy harmad? Ehhez szükség volt egy médiumnak, hogy lejöjjön a Földre, és ezt feltárja. És ezt könyvben is foglalta az a valaki, már ez fel fog villani még később. A 19. században számos olyan ismert, azóta is híres személy élt, akik szintén médiumi képességekkel rendelkeztek, és valóban égi angyal üzeneteket fogadtak. Ilyen volt gróf Széchenyi István, II. Lajos bajor király, Smetana cseh-zeneszerző, és Semmelweis Ignác az anyák megmentője. Amiért ők sok más médium mellett egy diára kerültek, az az, hogy a Habsburg Birodalom módszerét, akkoriban kedvelt módszerét fordította ellenük, akiről bebizonyosodott, hogy médium, azokat általában boldog házába zárták, és pszichiáterekkel két hónap intervallum alatt meg is ölték. Sajnos ez lett a sorsa minden négy itt felsorolt nagyszerű embernek is. 19. század további ismert médiumai. Deák Ferenc, akit a bécsi udvarban az orákulum jelzővel illettek. Aki látta a Matrix című filmet, ott az egyik legkarakteresebb szereplő az orákulum volt. Az orákulum nem más, mint aki szellemüzeneteket képes közvetíteni. Sziszi, Erzsébet, osztrák császárné, magyar királyné, szintén médium volt. És ide felkerült még valaki, aki nem volt médium, de sugallatokat fogadott, és az, hogy ő legyen Magyarország miniszterelnöke és a monarchia kancellárja, azt a fenti két médium hozta le üzenetként, és adta át Ferenc József császárnak, és az ő hatásukra lett András Ügyula, került abba a pozícióba, ahol aztán felvilágosztotta Magyarországot. II. Lajos a bolondnak tartott bajor király, 14. Lajos francia király szellemével beszélgetett. Ha megnézzük a palotáit, a bajor palotákat, ott megtaláljuk azt a stílust, amit ő fenn a mennyekben 14. Lajosnál látott. Ha megnézzük azt a gótikus stílusban épült hálószobát és az abból nyíló imádkozó fülkét II. Lajos bajor királynál, amelynek a falain Szent Lajos francia király képe és cselekedetei láthatók, akkor rádöbbenünk arra, hogy II. Lajos bajor király egyik előző életében Szent Lajosként élt.
egyébként második Lajos előző életében, tehát közvetlen előző életében Niccolò Paganiniként szerzett világhírnevet magának. És jelenleg is a Földön él, és jelenleg is a Föld legnagyobb hegedű művésze. Úgy hívják, hogy Csasvadel. És hogyha megnézzük az arcát, a finomságát, azt a lágy lelkületet, és most mellé tennék egy Paganiniről valódi részkarcot, nem azokat a csúfábrákat, valamint egy Joshua Bell képet, akkor, vagy egy Szent Lajos portrét, akkor érezni lehetne, ha nem is látnánk, érezni lehetne azt a közös rezgés számot, ami mindegyiken átjön. Gróf Széchenyi István előző életeit, és még jó néhány András Gyula előző életeit, valamint Jézus Urunk Mária Magdala előző életeit, Andrásnak egy könyve tartalmazza, a képzeletet csak a valóság múlja felül. Abból kiderül, hogy Széchenyi István előző életében, mint Attila, hun király, hun nagyvezér, mint első István, mint Artúr király szerepelt, és formálta meg a világ történelmet. Itt van az említett könyv, amelyik a Bibliának a megfejtését tartalmazza. Akinek nincs meg nyomtatásban, annak kis türelmét kérjük még, mert hamarosan újra nyomásra kerül. Addig elektronikus formában lehet letölteni. Ez lett volna egy ilyen rövid bevezető a médiumok, misztikusok világában. Most két irányba mehetünk el. Az egyik, hogy ténylegesen beszélek néhány jellegzetességről a saját megjelent könyvemből, vagy pedig, amihez nekem sokkal nagyobb kedvem van, elmesélnék egy fejezetet a készülő új könyvemből. És éppen azért azt a fejezetet, és ide kapcsolódóan, amiből majd a vége fele, vagy a végén ki fog derülni, hogy ehhez a mai előadáshoz eléggé szervesen kapcsolódik. Szeretném kérdezni, ki szeretne az új könyvből hallani? Köszönöm szépen! Az új könyv egy regény lesz, méghozzá egy reinkarnációs regény, és a történet úgy indul, hogy 1932-ben egy tanárember a budai várban lévő lakásának a pincéjében talál egy titkos lejárót. Ezen a lejáron lemegy, lent találja magát a vár alatti alagútrendszerben, amiből ma már 30 kilométernyit fel is tártak, többszintes alagútrendszerről van szó. 30 km az arányítva annyit mondanék, hogy a budai vár 1,4 km hosszú, 400 méter széles. Alatta van 30 kilométernyi labirintus. És további tény még az is, hogy minden budai vár pincéjéből van, vagy volt lejárat az alagútrendszerbe. Ugyanis ott vészelték át a lakosok a támadásokat, a háborukat, oda menekítették az értékeiket, ott tartották a sonkát, a bort, tehát minden olyan eszköz megvolt, ami a túléléshez kell, és ugyanakkor olyan tiszta vízi források, kutak vannak még most is ebben az alagútrendszerben, valamint olyan átjárók, kijárók Magyarország és Európa több pontjára, amik a menekülési útvonalat is meghatározták. Tehát a történet ott kezdődik, hogy ez a tanárember, aki teljesen átlagos életet él, rábukkan erre a lejáróra, és ott különböző szellemi segítségekkel és szellemi gátlásokkal, tehát két szellemi erő sugallataitól vezérelve és hátráltatva talál egy termet, ahol romlatlan testek fekszenek. Andrástól tudjuk, hogy Magyarország alatt, mind a Börzsöny alatt, mind pedig a Pilis alatt több száz, vagy netán több ezer romlatlan test várja azt, hogy elérkezzen az idejük.
A romlatlan test az egy teljesen elismert kategória, nem csak a keresztény vallásnál, hanem tudományosan is. Legutóbb Pió atyáról bizonyosodott be, hogy romlatlan a teste, akit 40 évvel halál után kihantoltak, és ugyanúgy nézett ki, mint halálöl több perce. De ilyen volt Bernadett nővér, és még számos olyan korunkban felelhető épp test és korunk személyisége, akiknek a teste nem romlott meg. Az, hogy egy test nem veszíti el a víztartalmát, élő vér van benne, ruganyos a bőre, a husa, és piros posgás az arca, és úgy néz ki, mintha csak 5 perc alatt volna el, ez egy isteni csoda. Ehhez egy olyan isteni áldásra van szükség, és az embernek az élete során elért olyan magas rezgésszámra, frekvenciára, ami ezt az állapotot elő tudja idézni. Nem veszíti el a teste a vizet, megköti továbbra is. Ezek a testek, amelyek Magyarország alatt nyugszanak, ezek sok esetben 800-1000 évesek. Azóta várják ott türelemmel, hogy jöjjön valaki az égből, majd amikor eljön az idő, megálljon előttük, lehívja a szellemiket a mennyekből, és visszaparancsolja őket abba a testbe. Mi ennek az előnye? Mi az értelme egyáltalán, hogy romlatlan testek vannak? 2. Az egyik, ez egy isteni bizonyság, arra, hogy a világ sokkal több, mint amit egy átlag ember el mer képzelni. A másik pedig az, hogy azok az emberek, akik olyan tudással rendelkeznek, ezek többsége templomos lovag, alkimista, pálos szerzetes. Ha a mai Hollywoodhoz szeretném hasonlítani, akkor ezek a Jedi lovagok. Olyan tudással és olyan képességekkel bírnak ezek a 800 éve ott nyugvó emberek, amikkel a mai ember nem rendelkezik. Ez szellemi, fizikai, testi képessége egyaránt megnyilvánul. És ami a legnagyobb csoda, ezek a szellemek, mindegy, hogy azóta esetleg többször leszülettek már, a főszellem fönn van a mennyországban, és folyamatosan képzi magát. Egy ilyen szellem, hogyha lejön, visszamegy a testébe, az egy hét múlva autót vezet, számítógépet programoz, és 5-6 nyelven beszél, akcentus nélkül. Ezek az emberek szuperzsenik, ők a szuperintelligencia képviselői. Amikor leszületik egy szellem egy átlagos módon, beleszületik egy csecsemő testébe, egy magzatba, átmegy a születési procedúrán, az a törvény, az az isteni törvény, hogy akkor mindent elfelejt abból, amit fönn tudott, meg amit előző életeiben tudott. Ez alól nincs kivétel, egyetlen egy esetet kivéve. Ha nem újszülöttként születik le a szellem, hanem visszatér valamelyik előző életbeli testébe. Ezek a testek arany szövésű palásba, arany szálakból szőtt palásba vannak csavarva. Megfelelő helyen, megfelelő pozícióban vannak, hogy nehogy bármi károsodás érje őket, nehogy bármi külső behatástól megromoljon a testük. Szent Erzsébet teste romlatlan volt, Mátyás király teste romlatlan volt, Rákóczi Ferenc teste romlatlan volt. De a sötét oldal tudja, hogy lehet a romlatlanságot megszüntetni. Meg kell csonkítani a testet. Mert ha megcsonkítják, romlásnak indul. Mátyás király teste 400 év, több mint 300 évig romlatlan volt, még a Habsburgok fel nem lelték a pilis rejtekeiben, és meg nem szentségtelenítették. Második Rákóczi Ferencnek a szívét vették ki. Szent Erzsébetnek a fejét vágták le. Hát ez a könyv arról szól, hogy ott a romlatlan testek békében nyugszanak, egy olyan teremben, amelyben egy különleges növény hatására zöldes fény dereng. Ennek a teremnek a közepén van egy 8-szögletű asztal, azon van egy aranyserleg, amiben víz van. Van egy kis fedele is. És ez az ember, aki lemegy, látja azt a gömböt, amiben a szellem, az egyik romlatlan testnek a szelleme vele jön. Valójában ő vezeti végig. És ezzel a szellemmel elkezd telepatikusan kommunikálni. Ez ma már bizonyított tényleg működik. Éppen működik a kanálhajlítás. Nem fantazmagória sem, hogy a Star Wars-ban a Jedik tárgyakat, embereket mozgatnak akaratukkal. És ő, ez az ember, aki lemegy, képes arra, és a szellem meg hajlandó arra, meg mind a kettő isteni tervet hajt végre, hogy a szellem visszatérjen a testébe.
kómából felébredők mondják, hogy a testet elhagyni nagyon könnyű. Visszatérni nagyon nehéz. Olyan, mintha egy burok lenne, egy függöny, egy fém szövet lenne, amin át kell hatolni. Eleve kedvük sincs ebbe a hideg-rideg testbe visszatérni, másrészt pedig fizikai fájdalmuk van, hogy bele tudjanak huppanni. De ez megteszi ez a szellem, és ahogy látszanak rajta az ébredés jelei, ahogy utána magához tér, ahogy a vízből iszik és erőt nyer, mert programozott víz van lent már akkor, feljön a felszínre, és elkezdődik egy különös történet. Ez a 800 éve ott nyugvó valaki, aki tökéletesen beszél 5-6 nyelven, akcentus nélkül, aki teljesen tisztában van, mert nem felejtett el, nem törölték ki az elmúlt 800 év tudását sem, valamint az előző életeinek a tudását sem, elkezdi tanítani ezt a tanárembert, aki szintén isteni programot hajt végre azzal, hogy ezt a tudást majd valamilyen formában továbbadja, hogy az a 2000-es évek elején megjelenjen. Egyébként a könyv végén majd mindenki jelentheti, hogy fantázia szüleménye vagy, és hát meg van valami köze a valósághoz, meg hogy mennyi köze van a valósághoz. Tehát 1932-ben járunk, és tettekkel, szavaival, meglátásival bizonyítja ez az egykori templomos lovak, hogy ő mai szemben nézve tényleg egy zseni, egy csoda ember. És nem azzal, hogy akrobata mutatványokat végez, vagy pedig olyan fizikai teljesítményre képes, hanem itt és itt van messze korának emberei fölött. De ez egy kivételes helyzet, egy kivételes küldetés, és egy záros határidei küldetés. És ő mesél. Mesél előző életeiről, mesél a múlt nagy szellemeiről, a közelmúlt szellemeiről, és a végén összeáll az egész egy történet, én nem akarom lelőni a slusszpoét, viszont az egyik fejezetet szívesen ismertetném, amelyik a közelmúltnak egyik ismert személyéről, a képen látható Andrássy Gyula grófról szól. Andrássyról azt kell tudni, hogy a lovas szobra kínált halálát követően 15 éve készült el, ugyanaz az Alán György készítette, aki a Hősök terén látható szobrokat. Lovas szobra kínált a parlament mellett, csak 45-ben kellett terenni szoborhoz, az alapanyag is oda beolvasztották, viszont már áll a talapzat, már megvan az a csapat, aki a szobrot uralkotja, történetesen András tanítványa közül ketten is közte vannak, akik ezt a szobrot újra fogják alkotni, és hamarosan Andrássy Gyula ismét mutathatja majd az irányt az arra éhezőknek. Nem olvasni fogom, hanem csak úgy belevillangatok. Andrássy Gyula életében, ő Magyarország egyik legtehetősebb családjába született bele. Ez a család úgy lett nagyon tehetős, hogy az apukája az lumpolt, kártyázott, szórakozott, elutazott minden pénzt, amit örökölt a szüleitől, viszont halálosan beleszeretett Magyarország leggazdagabb örökösnőjébe, és minden családi tiltakozás ellenére, miután a hölgy megfenyegette a szüleit, hogyha Andrássy grófi nem lehet, akkor a Dunának megy, ezért a szülők hozzájárultak a Frigyhez. Igaz, hogy vagyon nélkül adták férjhez a lányukat, de aztán végül elrendeződtek az anyagi ügyek is. Szóval ebben a családban született bele Andrássy Gyula gróf, aki már eléggé rendben volt az anyagi hátterét illetően, és ahogy Széchenyi István életét is ismerjük, egy másik generáció, mert jóval fiatalabb Andrássy, 1823-ban született. A pesti világ ifjak életét élte, Andrássy 20 évesen is, majd Franciaországban, Angliában járt, hosszabb időre tanulmányúton csak úgy, mint mentora Széchenyi István. Feljegyezték az első találkozását Széchenyi Istvánnal, aki akkor már a leghíresebb és még ki nem mondva, de a legnagyobb magyar volt. 15 éves volt ekkor Andrássy Gyula, amikor először meglátta, hogy Széchenyi István. Széchenyiről, mint mondtam, tudták már akkor is, hogy ő egy intuitív ember, ő egy isteni csatorna. Amikor meglátta Andrássy Gyulát, így ránézett, nézte egy pár tíz másodpercig, majd úgy szólt hozzá. Fiam, belőled bárki lehet, aki csak lenni akarsz, még Magyarország nádora is.
A Nádorról tudni kell, hogy a király, ha nincs király, akkor majd a Nádor a legnagyobb úr az országban. És onnantól kezdve, ettől a pillanattól, hogy Széchenyi valamit meglátott Andrásikban, valamit villanás jött neki és felismerte, onnantól kezdve pártfogoltjává tette. És nyíltan hangoztatta a politikai körökben is, hogy az ő programjának gyakorlati megvalósítója András Gyula lesz. Ő érezte, tudta, hogy ez az ő idejében, az ő életében nem fog kiforni, amit ő elkezdett, de felismerte az isteni program folytatását, hogy a fióval fiatalabb András Gyula lesz majd az, aki ezt megvalósítja. Bevezette őt a politikai életbe, és Andrássy, amikor hazatért a külföldi útjáról, és képviselőként belépett a parlamentbe, akkor nem Kossuth táborába állt, hanem Széchenyibe. És ez így is maradt az idők végezetéig. Nagyon sok konfliktusa támadt Kossuth Lajossal, ugyanúgy, mint másik nagy kedvencemnek, Görgei Artúrnak. Egy érdekes történetet szeretnék még itt elmondani. Lehet, hogy már sejteni lehet, ha még nem, akkor így mondom, hogy András egy kiválasztott volt Magyarország sorsában, csak úgy, mint Széchenyi István. De hogy egy kiválasztott férfiú is emberből van gyúrva, bizonyítja egy olyan történet, amikor 21-22 éves volt Andrássy, és több pesti arisztokratával együtt mulattak, és történetesen ott volt Széchenyi István is ezen a nagy bálon. Hajnal tájt, amikor már úgy senki sem volt szomjas, és nagyon jó volt a hangulat, akkor Széchenyi azzal heccelte a fiatalokat, hogy bizony, ha ő fiatal lenne, 20 éves, akkor bizony ő végig mászna azon az egyetlen kifeszített láncon, ami a láncír akkor meglévő két pillére között és a két part között ki volt feszítve. Hát úgy nézett, hogy állt a vízben a két pillér, és egyetlen egy lánc ment végig egyik partra a másikig. Hát ugye mindenki sértésnek vette Széchenyi jelentését, és mondták, hogy hajnem négy van, megvan a kellő hangulat, hát menjünk. És kivonultak a Dunapartra, hát a többségnek már ott a látványtól ugye elszálltak őt, és már tisztán látták, hogy ez mekkora nagy őrültség. Hárman fölmásztak a láncra, majd néhány méter után visszafordultak, hogy életveszély nem lehet, tehát mindenki kihozanodott abban a pillanatban. Egy valaki elindult. Ez az egy valaki, ez végig is ment a Duna fölött, úgyhogy többször majdnem leesett, majdnem meghalt az ajló Dunában, de ő végig ment és átment a másik partra. Ezzel is bizonyítva azt a fajta nem csak vakmerőségét, hanem azt a bátorságot és azt a halált nem ismerő életszemléletét, amit aztán később életében, külföldi kiküldetéseiben és a szabadságharc alatt is bizonyított. Hát mivel Széchenyi már nem volt fiatal, ezért de is megtette volna, ez a másik valaki, az Andrássy Gyula volt. Úgyhogy a meggondolatlanság, a vakmerőség az jellemző volt rá, de az a bátorság inkább, ami a szívében élt, az, ami a vezérlő elve lett életének. Nagyon nem értette egyet ő sem a szabadságharccal, és belátott Kossuth kártyai mögé, ugyanúgy, mint Széchenyi, valószínűleg így beszélték. Ennek ellenére, amikor a hazának szüksége volt rá, akkor ő beállt katonának. Őrnagyi rangba, és mindjárt az első sveháti csatánál, ahol Görgei is kitűnt, ő is ott volt azok között, akik nem futamodtak meg, hanem a golyózáporban kitartottak a végsőkig. Amikor aztán elhatalmasodtak a harcok, és látszott, hogy a haza sorsa már komoly veszélyben forog, de Görgei még vezérli a csapatokat, akkor szövetséges keresendő a magyar kormány küldöttséget indított Törökországba. És ennek a török küldöttségnek az volt a feladata, hogy ott szövetségeseket keressen, akár a törökök személyében is, akik a mi történelmünkben évszázadokra visszamenőleg kicsit ilyen visszás szerepben tetszelektek mindig. Volt, amikor ugye hatalmas hitbéli viták és meggyőződésbeli konfliktusok kapcsán ezrével, tízezrével, százezrével öltük egymást, és volt, amikor például a második Rákóczi Ferenc is hozzájuk menekült. Tehát volt egyfajta olyan lojalitás a magyarok felé a törökökben, és egy olyan fajta lovagi szemlélet, ami azért valamilyen kapcsolat tartott köztünk. Hát Andrássy Gyula lett a követség vezetője, akinek az volt a megbizatása, hogy az ott lévő angol nagykövettel és magával a török kormánnyal valamilyen támogatói egyességre jusson. Nagyon nagy kalandok árán egy hónapig tartott az út, mire az ellenséges osztrák területeket kikerülve, meg
800 magukat kijutottak Törökföldre. Ez több láda tokai aszujába került közben Andrássynak, mert az volt a legjobb valuta út közben. Végül is kijutottak Konstantinápolyba, és mire kijutottak, addigra sajnos Görgeit már, mint vesztes és kapituláció előtt álló tábornokot tarthatta csak a magyar szabadságharc maga előtt. Mikor elindultak, akkor még Buda visszafoglalása miatt a dicsőségtől feltüzelve indultak el. Tehát egy nagyon szerencsétlen helyzetben értek oda, és az osztrákok már győzelmük fényében keresték az ottani bujkálókat, tehát abszolút inkognitóba kellett lennie. Nem kezdhette meg a diplomáciai tárgyalásokat, és pár napra rá megérkezett a Kossuth Lajos vezette magyar különítmény is, a magyar koronával, meg a jogarral, meg a teljes magyar államkincstárral, és hát ők is a törököktől kértek menedéket. Azt már nem jegyzi fel a történelem, hogyha Andrássy nem intézi el az angol kapcsolatával a Kossuthék sorsát, akkor ott mindenkit lemészároltak volna. Azt már senki nem jegyzi fel, nem emlegeti, hogy az akkori magyar nagykövetet a török fogságból Andrássy váltotta ki a saját pénzzel, amikor megérkezett. És az osztrák titkos rendőrség elől szintén Andrássy menekítette Párizsba és Londonba azokat, akik el tudtak menekülni. Kossuth Lajossal egyetemben, aki pedig ellensége volt. Érdekes egyébként, hogy a törökök akkor mentették volna meg és bújtatták volna a magyarokat, hogyha magyar menekültek átérnek Mohamedán hitre. És mivel egyik sem akart, ezért már vitték őket a kinéző hely felé, amikor bent tábornok előállt, hogy akkor ő átkeresztelkedik, és ez fel is jegyzi a történelem, hogy ő hithű Mohamedánként is halt meg. Tehát onnan menekülésre fordult a magyar bújdosok sorsa, és Andrássy Gyula volt a menekülteknek a szellemi vezetője Angliában és Londonban, és utána pedig 9 évig Párizsban is. 9 év után térhetett haza Magyarországra, még akkor is távollétében, miután felakasztották, a Habsburg monarchia egyik legnagyobb ellensége volt. Egy valakinek köszönheti azt, hogy Magyarországra térhetett, ez pedig Sisi volt, akivel pedig előtte soha nem találkozott. Amikor Magyarországra ért, akkor Széchenyi István Ausztriában volt, így vele nem tudott újra találkozni, viszont felkereste Deák Ferencet, akit az osztrák udvarban két néven becéztek, az öreg, vagy pedig egy titkosabb nevén az orákuló. Azt már ugye jeleztem, hogy Sisi médium volt. Ferenc József felesége, nem volt kölcsönös a vonzalom egymás iránt, de éltek egymás mellett. És Deák Ferencről szintén ilyen zöngét suktogtak, hogy ő is képes kapcsolatba lépni az égiekkel. Mindannyian tudjuk a történelmi tanulmányainkból, hogy a kiegyezés, a 67-es kiegyezés az Deák Ferenc műve volt. Ki kell egészíteni azzal, hogy Deák Ferenc, Sisi és Andrássy Gyula hármójuknak a koprodukciója volt. Minden esetre a legnagyobb érdem abban, hogy Ferenc József ebbe az irányba elindult, az Sisinek tudható be. Ferenc József, amikor a kiegyezés közeledett, akkor egy valakit tudott elképzelni Magyarország miniszterelnökének a monarchián belül, ez pedig Deák Ferenc volt. Deák Ferenc viszont odaállt Ferenc József felé, és a következőket mondta. Egyetlen egy ember van Magyarországon, aki erre a feladatra alkalmas, az egy providenciális férfiú. Ha most beütjük a Google-be, mit jelent az, hogy providenciális, akkor azt fogja kihozni, a gondviselés által a feladatra kijelölt személy. Az Isten által a küldetésre kijelölt személy. Ezeket a definíciókat találjuk meg. Tehát mit tudott Deák Ferenc és Sisi is? Hogy ezt a küldetést, amit korábban felismert Széchenyi István, ezt Andrássy Gyula kapta az égiektől, a Jóistentől. Ő rá van bízva az, hogy Magyarországot abból a lelki-fizikai nyomorból, abból a halál szélén támolygó helyzetből kihozza és felemelje. Ez 4 évébe került Andrássy Gyulának, és Magyarország erősebb volt, mint valaha. Annyira jól végezte a dolgát, hogy Ferenc József kinevezte őt az osztrák-magyar monarchia kancellárjának, külügyminiszterének, majd később még pénzügyminiszterének is. De vajon miért fogadta el Ferenc József azt,
hogy az ő egykori ellensége, aki ellene tört a szabadságharcban, aki egy rebellis lázadó volt, és évekig az emigrációt erősítette, az az ő legnagyobb tanácsadója lett, aki nélkül egy döntést nem hozott Ferenc József, akinek minden szavát feltétel nélkül elfogadta, szemben az osztrák tanácsadóival. Ennek ott rejlik az oka és a gyökere, hogy még mielőtt Andrássy Gyulát felkérte volna a miniszterelnöknek, volt egy kihallgatás, amin Deák Ferenc és Sziszi vettek részt a császárnál. És ezen ők suttak valamit Ferenc József fülébe. És Ferenc József annak ellenére, hogy a sötét oldal gyermeke, és ő egy programot hajtott végre, és ezt a programot majdnem tökéletesen végre is hajtotta, tehát a magyarság majdnem teljesen kipusztult. Utána a Sziszi által elindított új út módosított az ő életpályáján is, és saját önző érdekeiben és a Habsburgokat védendő hallgatott utána annak a szavára, aki isteni programot hordozott, aki az Isten sugallatai alapján cselekedett és beszélt. És az Otto reinkarnációs regény, hogy ez az egy fejezet is megmutatja azt, hogy minden korban éltek és élnek olyan személyek, médiumi képességgel megáldott emberek, akik felismerik a népben azokat, akik az Isten gyermekei. Ugyanis Deák Ferenc és Sziszi tudta, hogy Andrássy Gyulában Szent Márton szelleme született le. És tudták és elmondták Ferenc Józsefnek, hogy Szent Márton, aki egyébként Európa egyik legnagyobb szentje, Franciaország és Magyarország védőszentje, aki fényé vált halálát követően, aki ugyanaz a személy, mint aki Szent Jakab volt, a mennydörgés fia, Jézus tanítványa, aki a Sziszi Szent Ferencként is élt. Ferenc József nagyon gyorsan összerakta az agyában, hogy ha a saját érdekeit emelni az ember érdekei mellé állítja, tehát az osztrák-magyar érdekeket egyesíti, akkor ez nem csak a magyaroknak, hanem az osztrákoknak is egy felfelé ívelő pályát fog hozni. És ez így is történt. 48 után hiába győztek az osztrákok, a hatalmuk ott megcsuklott. Ha nem jön Andrássy Gyula, nem jön a kiegyezés, ezt nagyon jól tudta Ferenc József, akkor Ausztriát az európai feltörekvő nagyhatalmak, a németek és a franciák eltörülték volna a földszínéről. Nem csak a magyaroknak volt szükségük Ausztriára, hogy életben maradjanak, az osztrákoknak talán még nagyobb szükségük volt arra, hogy a németek, oroszok, franciák elemében a magyarokkal együtt egy birodalmat képezzenek. És ilyenkor még a sötét oldal is hajlandó a Jóisten gyermekét elfogadni tanácsadójának. Andrássy Gyuláról feljegyezték, hogy egyáltalán rossz döntést nem hozott. Sem miniszterelnökként, sem pedig kancellárként. Ő hozta össze az első európai nemzetek kongresszusát, aminek aztán az EU lett a modern megfelelője. Ő Bismarck német kancellára volt nagyon jó barátságban. És hát nem titok, hogy Sziszihez gyengéd érzelmi szálak fűzték. Ezt a gyengéd érzelmi szálat úgy kell elképzelni, hogy amikor két szellemtestvér találkozik, akik ugyanabból a szellemcsaládból vannak, akkor az első pillanatban ők megérzik ezt egymáson. És hogyha elkezdenek barátkozni, akkor a lelkük elkezd közeledni egymáshoz. És van egy pont, amin ha ez átbillen, ez a lelki-szellemi barátság testvériség, amikor a testük is megszólal, akkor lesz belőle szerelem. De igaz szerelem csak így képződik. Azon a szellemiség, barátkozással összefont lelkiség, és utána meggyúló testi vágy. Ők ezt az utat követték, ezért volt olyan tündöklen szép a szerelmük, és ezért pusztult bele majdnem mindegyikük akkor a szakításba, amit Ferenc József titkosszolgálatán keresztül megszerzett információk alapján létrehozott. Mindegyiknek a másik halálát prognosztizálta, ígérte meg, hogyha nem szakítja meg a kapcsolatot. És mindegyik szerette annyira másikat, hogy nem volt szíves, és mindegyik tudta, hogy Ferenc József megteszi. Rebesgetik, hogy Sziszi harmadik gyermeke, Mária Valéria, ebből a szerelemből született. Nem tudjuk, csak rebesgették akkoriban is. Viszont fennmaradt egy nagyon édes történet, ezt így zárásként az Andrássy fejezethez még szeretném elmesélni. Mária Valéria Magyarországon született, a Budai Várban,
Gödöllőn nevelkedett. Előbb tudott magyarul, mint németül. Az a Rónai Jácint volt a tanítója, püspök, aki a legnagyobb forradalmárok közé tartozott és emigrációban élt, de András Ügyila hazahozatta, és ő ajánlotta, mint a császári pár gyermekeinek tanítóját. Na hát ebből gondolhatjuk, hogy Rónai Jácint mit tanított a gyerekeknek. És azt hiszem 8 éves volt kis Mária Valéria, Gödöllőn éppen Rónai Jácint oktatta, amikor az oda érkező császár megtudta a Sziszitől, hogy éppen történelem órája van a lányának, bement erre az órára, hogy meghallgassa, mit tud a kislány. Rónai Jácint, amikor meglátta az uralkodót, akkor természetesen megszeppent, a kislány elvörösödött, hogy mi lesz most, és hogy bizonyítsa a tanulás és a tanítás erejét Rónai Jácint, feltette a kérdést a kislánynak, hogy Valéria, mesélj el szépen ő felségének, hogy miről híres a budai vár. Mik a leghíresebb események, mik történtek ott? Kislány így elgondolkodott, majd kibökte gyermek őszinteséggel. Hát az, a leghíresebb az arról, hogy én ott születtem. És Ferenc József elkezdte ingatni a fejét, na-ne-ne, kislányom, hát történtek ott más, nagyobb horderei történelmi események is. És a kislány megint visszavágott, igen, de az ön számára ez az egyetlen dicsőség. És akkor nagy dérrel durral kivonult a császár, és visszaszólt még Rónai Jácintnak, hogy tanítsa meg a lányomnak, hogy milyen nagy események történtek még abban az öreg várban. De hát ehhez hozzá kell tenni, hogy milyen vérvonalból, és milyen született, és milyen szellemiségben nevelkedett Mária Valéria. Nagyon szépen köszönöm mindannyiunk megtisztelő figyelmét. Ha nem is a könyvről beszéltem, amire jöttek, de ha még esetleg valaki nem olvasta, hoztunk egy párat, hogyha megtisztelnek vele, hogy legalább azt a pár történetet elolvassák, ami ebben a könyvben Andrással, Illikóval való közös útjainkat örökíti meg, fognak benne találni eléggé misztikus dolgokat. Hát itt a démonoktól kezdve a sötét oldal elődészte földrengésig sok minden olyan történet Szent György szellemének, Atlantis helyének és szellemiségének bemutatásán keresztül, ami, hogyha esetleg a többi tényszerű vagy filozófiai jellegű megközelítés nem is ragadja meg a figyelmüket, talán ezek az érdekes események majd elszórakoztatják önöket az unalmas nyári estéken vagy a téjén. Még egyszer köszönöm szépen a figyelmüket!